Ami ezután történt, véletlenszerűen történt meg. Mary a csont néhány töredékét savba helyezte, hogy kioldja a legkülső ásványi réteget, de a sav túl gyorsan végezte el a dolgát, és az összes ásványt kioldotta. Fosszília lévén nem lett volna szabad bárminek maradnia, de maradt, és rugalmas volt, mint az élőszövet ez a darab. Nem. Megmutatta nekünk a videót, amit felvett a mikroszkóp alatt. Tényleg ez történt? Igen, ez a dinoszaurusz csont. Igen, most ásvány nélkül. Ez az, ami megmaradt. Úgy nézett ki, mint egy olyan lágyszövet, amit akkor várt volna, ha modern csont lett volna. Ez lehetetlen volt. Ez a csont 68 millió éves volt. Tehát láttad ezt, és mit gondoltál? Kerestél valakit, hogy elmondjad neki? Csodálkoztál, igen, igaz? És így azt mondtam szakemberemnek, jó, csináljuk újra, nem hiszem el. És mégis ezek minden, mind a darabban ott voltak. Olyan dolgok, amelyek gyanúsan hasonlítanak rugalmas, átlátszó véredényekre. Végül összeszedte a bátorságát, hogy elmondja Jacknek. Azt mondta, hogy feloldotta a csontot, és ott voltak a véredények, és tudod, olyan voltam, mint akit lesokkoltak. Úgy értem, hogyan lehetséges? Így van, hogyan lehetséges? Azok a dolgok, amiket Mary talált a dinoszaurusz csontok belsejében, azt nézd ott. Véredényeket, és amik egyenesen épp sejteknek látszottak, radikális kihívást jelentenek a tudomány létező szabályai számára, hogy szerves anyag nem képes túlélni, még egy millió évet sem, nem beszélve 68 millióról. Mary Jack és csapatuk publikálták T-Rex-el kapcsolatos felfedezéseiket egy sor tudományos folyóiratban, és azonnal megtámadták őket a kritikusok, mondván, hogy mintáik szennyezettek lehettek, vagy a feltételezett véredények valójában biofilmnek nevezett valamik voltak, egyfajta nyálka. De amint Mary megmutatta nekünk, képes megismételni felfedezéseit. Ezek egy még idősebb dinoszaurusz darabkái, egy jó állapotban lévő 80 millió éves kacsacsörű, amikor sabba feloldotta, tegyük ide középre, jól látszik. Ez egy véredény, éppen itt látod az ágazatot, és nézd meg mindegyiket, és annyira ellentmondásmentes, újra meg újra és újra megtesszük a csonttal, és ez az eredmény jön ki, és mindig izgatott vagyok, nem tehetek róla. Úgy értem, 80 millió éves. Mary tavaly publikálta új eredményeit, és még néhány kritikusát meggyőzte, a vita még mindig tombol, és nagy a tét, mert ha a véredények túlélhetnek 80 millió évet, akkor mi a helyzet a DNS-sel?